Köszöntöm nézőinket, Deli Kinga vagyok. Mutatom mai Kaposmenti magazinunk tartalmát. Társulási ülés keretében adtak át díjakat Dombóváron. A Teszed akcióhoz csatlakozott Dombóvár. A kurdi önkéntes tűzolta a Rollover lépcsőfutó versenyen képviselte az egyesületet. A közlekedés szabályainak ismeretéből vizsgáztak a legkisebbek Dombóváron. Egy dombóvári bunker teli vasutas relikviákkal. Ülésezett a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás Dombóváron, ahol a térség polgármesterei több üggyel kapcsolatban is döntése jutottak. Felnőtt képzés keretein belül lesz lehetőség targonca vezetői végzettség megszerzésére, ezzel elősegítve a munkaerőpiacon az elhelyezkedést. A napirendi pontok megtárgyalása után kitüntető címek átadására került sor. Dombóváron tartotta soros ülését a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás. Ahogy Pintér Szilárd elnöktől értesültünk, az első napi rendi pontban egy felnőtt képzéssel kapcsolatos témában hoztak döntést. A befejeződő pénztárosi tanfolyam után most egy targoncakezelő tanfolyam indult a térségben. Nagyon fontos, hogy a társulásában aktív résztvevő, hiszen az emberek a munkaerőpiacon így juthatnak lehetőséghez, hiszen a pénztárosi, illetve üzletvezetői, kereskedői tanfolyamokat követően ez a targoncavezetői is tanfolyam is nagyon fontos, és azt gondolom, hogy ők potenciális szereplői lesznek a munkaerőpiacnak, amelyen sikeresen befejezik ezt a tanfolyamot. Emellett a társulás elfogadta a 2021 évi belső ellenőrzési anyagot, amely nem mutatott rá működési hibára. Ez egy nagyon átfogó anyag volt, egy korrekt képet alkotott a társulásnál zajló munkáról. Hála Isten, hibát nem tárt fel, ezért a pénzügyi Sománybizottság jó szívvel ajánlotta elfogadásra. A Kaposmenti térség polgármestereinek tanácsa folytatja azt a munkát, amit még 2014. decemberében kezdett, melyel területük fejlődését szolgálják. A harmadik naprendi pont volt talán a legérdekesebb, hiszen az év kistérségi rendőre díj odaadásáról és illetve adományozásáról döntött a grénium. Ezt követően ugye ezt a díjat volt szerencsém is átadni képviselő úrral. Nagyon örülök neki, hogy évről évre van lehetőségünk elismerni az év kistérségi rendőrét, illetve Dombóvár város rendőrét is, hiszen ilyenkor mind a két díjat átadjuk a város, illetve a járás tekintetében is, így a falukban szolgáltató teljesítő KMB-sek is tudnak díjban részesülni, és a városi szolgáltató teljesítő rendőrök is. Katasztrófavédelem tekintetében szintén átadtuk az év katasztrófavédője díjat. Nagyon fontos számomra, hogy mind a három díj jó helyre került, parancsnokok részt vettek ezen a rendezvényen, és ők is támogatták a jelölt személyét. Képviselőnek is készítettünk egy kis meglepetéssel, hiszen április 3-át követően ez volt az első Kaposmenti társulási ülésünk. Itt is, ott is felépett a figyelmet, és most is elmondom, polgármester kollégáim döntöttek úgy, a saját zsebükből egy szerény ajándékkal jutalmazók képviselőnek a munkáját, és nyilván ezzel azt a bizalmat szeretők volna kifejezni, amely őt eddig is övezte, és továbbra is töreltenő megmaradt a járás polgármesterében, és reméljük, hogy ez a ciklus is, az előző ciklus is hasonlóan sikeres fog lenni, és 2026-ban újból lesz szerencsénk képviselőnek díjat átadni. Az év kistérségi rendőre kitüntetésben részesült Farkas Zsolt rendőrzászlós, aki 2003. júliusa óta teljesít szolgálatot. 2008. novemberétől NAK településen lát el körzeti megbízotti feladatokat. Dombóvár közbiztonságáért oklevélben Zagi József rendőrszázados részesülhetett, aki hivatásos szolgálati viszonyát 2006. júliusában kezdte meg. Felsőbb tanulmányai elvégzését követően 2020. szeptemberétől kiemelt fővizsgálói beosztásban részesült, és 2021-ben a vizsgálati alosztályvezető távolléti ideje alatt az osztály vezetésével is megbízták. A Dombóvár közbiztonságáért oklevélben részesült Farkas Attila címzetes tűzoltó főtörzsőrmester is, aki 2002. március óta teljesít szolgálatot a dombóvári hivatásos tűzoltóparancsnokság állományában. Láttam kiskoromban, volt nálunk több tűzeset a faluba, és az már akkor megtetszett. És utána jött egy lehetőség, hogy tűzoltó lehessek, és akkor megpróbáltam, jelentkeztem, és akkor sikerült. Van szép, meg jó oldal is. Hát most szép oldala, az a hivatás a szép oldala. A rossz oldala az a balesetek, az amikor mások, de amikor segítünk valakin, az a szép oldal. Ez meglepett, ez a városi. Amúgy már volt elismerés, előreléptetés, soron kívüli, Flórián napi, úgyhogy volt több. Dombóvár 10. alkalommal kapcsolódott az ország legnagyobb hulladékgyűjtő akciójához, a Teszedhez.
A felhíváshoz számos civil szervezet is csatlakozott, akik aktívan közreműködtek abban, hogy megtisztuljon a város. Az év elején is nagy mennyiségű hulladék összeszedésére és elszállítására került sor pályázati támogatással. Ennek ellenére az önkénteseknek most is volt mit a zsákokba tenni. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium idén is megszervezte a Teszed önkéntesen a Tiszta Magyarországért akciót, ami hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. A szűkebb, tágabb környezet megtisztítása a cél ilyenkor, és persze a figyelemfelhívás. Ehhez az akcióhoz csatlakozott Dombóvár is, ahol több napon keresztül számos helyszínen tevékenykedtek az önkéntesek azzal, hogy a mások által eldobált szemetet összegyűjtsék. A dombovári foci suli U13-as korosztálya is csatlakozott a helyi szemétszedési akcióhoz. Edzőjük elmondása szerint semmiféle ellenállás nem váltott ki a fiúkból az, hogy a délutánjukból egy rövid időt lakókörnyezetük megtisztítására áldozzanak. Egyrészt azért is érezzük fontosnak, hogy ilyen fiatal korban már a gyerekek megtanulják értékelni, hogy nem dobáljuk el a szemetet, és most egy kicsi munkával legalább még egyszer megtanulják értékelni, hogy ha eldobod, akkor utána lehet, hogy neked kell még egyszer összeszedni, és még a társaikat is biztassák arra, hogy nem dobáljuk el a szemetet, mert egyszerűen városképet ront, így legalább talán ő általuk eljut olyan helyekre is, ahova így a médián keresztül, ahova máshova nem igen. Tegnap este írtam nekik, hogy ma edzés helyett ez van, és senki nem írta, hogy miért, hogyan, amikor ilyenkor az ő korukban szokták. Egyből találkoztunk a József Attila iskolánál, és azonnal jöttek. Most éppen csak 10 fővel, mert sajnos betegségek és egyéb elfoglaltság miatt a többiek nem tudtak jönni. Igazából 6-7 fő mínuszban vagyunk, de 10-12 fővel ez szerintem teljesen jó. A szemétszedési akciót egy fontos figyelemfelhívási eszköznek tartja Zsombor is, aki nem szokta elhaigálni a hulladékot. Szerintem fontos, hogy már most elkezdjük. Nagy hatással lehet. Meg minél többen szednek szemetet, annál kevesebb lesz. Szerintem a szemetelés nagyon rossz dolog, mert ezzel szennyezzük a környezetünket. És én egyáltalán nem szoktam. Sőt, még föl is szedem a földre. És hát, nyilván ez nem jó a földünknek, mert több száz év kell, hogy például egy műanyag pohár bekerüljön a földbe, ha jól tudom. Ez egyébként jó dolog, mert ezzel is tudjuk tisztítani a környezetet. A fiatalok lelkesen igyekeztek megtisztítani a szemétől azt a szakaszt, amely rájuk lett bízva. Remélhetőleg a több helyszínen zajló akció figyelemfelhívó erővel szolgál a notórius szemetelők számára. Az 1939-ben alakult kurdi önkéntes tűzoltó testület volt a jogelődje a ma is működő önkéntes tűzoltó egyesületnek. Egy tűzoltógépjármű és két lóvontatású szerkocsi befogadására volt alkalmas. A technika azóta sokat fejlődött, de az egyesület alapvető feladata nem változott az elmúlt 85 év során. Hogy hogyan működnek manapság, és egyik tagjuk milyen versenyeredménnyel öregbítette a szervezetet, már mutatom is. A kurdi önkéntes tűzoltó egyesület 67 tagot számláltottuk meg a panasnoktól, Wilhelm Zoltántól. Akik aktívan részt tudnak venni a vonulásban, illetve a vonulásokban részt is vesznek, körülbelül 30-35 tagról van szó. Az egyesület 2016 óta önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületként működik, ami azt takarja, hogy éves szinten bizonyos meghatározott keret óra számot kell vállalni, amit ugye teljesíteni is kell. Abban az esetben, hogyha a káreset lényegesen könnyebben megoldható, illetve akkora élőerőt, valamint technikai felkészültséget nem igényel, akkor azt mi saját magunk, az egyesület 4 fője, gépjármű fecskendője is felszámolhatja. Ebből fakad a megnevezésünk is, hogy önállóan beavatkozó tűzoltó egyesület. A megyei és országos viszonylatban is egy jól felszerelt önkéntes tűzoltó egyesületnek számít a kurdi. Köszönhetően a minden évben kiírt OKF pályázatnak, amin technikai eszközöket pályázunk főképpen, mert az anyagi támogatást, illetve a működési költségekre szükséges összeget azt a minden hónapban az OKF-től kapott pénzösszegből tudjuk finanszírozni. Így jelen pillanatban ott állunk, hogy olyan technikai eszközeink vannak zömében, ami már a hivatásos tűzoltóságokon, illetve az önkormányzati tűzoltóparancsnokságokon is megtalálható. Abszolút jó fel vagyunk szerelve. Gépjármű fecskendő állapotában lehetne valamennyit még fejleszteni ezen a dolgon, de tulajdonképpen ez is folyamatban van.
És hogy mi kell ahhoz, hogy valaki önkéntes tűzoltó lehessen? Ahhoz, hogy valaki felkerülhessen a gépjármű fecskendőre és beavatkozó tűzoltóként részt vegyen a műszaki mentésekben, illetve a tűzoltásokban, van egy 40 órás alapfokú tanfolyam, amit mindenkinek el kell végeznie. Ez a 40 órás tanfolyam, ez az alapokat tanítja meg az embernek. Szakifejezéseket, szakfelszereléseknek az elnevezését, különböző szerelési módozatokat a műszaki mentésnél, a különböző technikai fogások végrehajtását. Ezen felül minden hónapban Tamásiba van arra lehetőség, hogy képzésen vegyünk részt. Nagyon jól megszervezett képzés, nagyon jó előadókkal, nagyon hasznos tananyagokkal. A beosztott tűzoltókon kívül ugye van gépkocsi vezető a gépjármű fecskendőben, illetve van egy tűzoltás vezető. A tűzoltás vezetőknek a képzettsége az már magasabb kell legyen, mint egy beosztott tűzoltóé. Ezt parancsnoki, illetve tűzoltás vezetői képzésekkel lehet elsajátítani. Itt a Tolna megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság rendszeresen indítja a 40 órás alapfokú tanfolyam képzést is, illetve a tűzoltás vezetői képzéseket is indítja. Tehát a személy állományunkból, aki elérte azt a szakmai rutint, hogy úgymond az előjárói úgy gondolják, hogy szintet lépjen, tűzoltás vezető legyen belőle, akkor bárkinek bármikor van erre lehetősége. A Kurdi önkéntes tűzoltók egy jól összeszokott, elhivatott csapat, akik jó viszonyt ápolnak a többi tűzoltósággal, és igyekeznek a számukra szervezett rendezvényeken aktívan részt venni. A megyei rendezvényeken, amikre oda tudunk érni, mindenképpen el fogunk menni, elmentünk, színesítjük is jelenlétünkkel. Az elmúlt időszakot pedig a sikerek is jellemzik, hiszen Wilhelm Zoltánt, a Kurdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnokát a Bonyhádon megtartott tűzoltó ünnepségen a Szent Flórián napon dísztárgyutalomban részesítette a Tolna megyei Tűzoltószövetség. Nagy Kornél önkéntes tűzoltó pedig a Rollover lépcsőfutó bajnokságon öregbítette az egyesület hírnevét. Az előző verseny lépcsőfutó verseny volt, kiegészítve néhány feladattal. Itt 15 emeletet kellett megtenni, és 4 feladat volt közbeékelve az emeleteken. Az átlagos idő az ilyen 3 perc volt, és a leggyorsabb nyert, aki az egyik volt dombovári kollégám, Gulyás István. Sérült voltam, 2 hónapot nem tudtam sportolni semmit, így az első mozgásom volt ez az időszak után, viszont meglepődtem, elég jól sikerült. 3 perc volt a terv időben, 2 perc 52-t sikerült futnom, és a 3. helyezést elérnem. Nagyrészt önkéntesek ezek a versenyek, viszont azért vannak pontszerző versenyek is, ott azért úgymond kötelező megjelenni az adott megyéken belül. Most ez az előző verseny is egy új irányvonal volt, itt voltak plusz feladatok lépcsőzés közben, illetve a TFA versenyen ott is van lépcsőzés, de ott csak 4 emelet, ott inkább javarészt erőfeladatok vannak. Itt egy 80 kilós bábút kell cipelni, az a homokbábú, azt várra kell venni, van egy műanyagbábú, azt húzni kell, tömlőhúzás, szlalomfutás, teljes bevetési védőfelszerelésben, tömlőket kell felhúzni a 4. emeletre. Adod, hogy a tűzoltóságok között jó a kapcsolat, mi se bátulkodik jobban, mint hogy Kornél is gyakorta edzett kollégáival a dombovári tűzoltóságon. A biztonságos közlekedéshez szükséges tudása a legfiatalabb generációnak is szüksége van. A dombovári Zöld Liget óvoda ehhez a tudáshoz segíti hozzá nagy csoportosait, akik számára több hónapos játékos képzést iktattak be a nevelési programba. Most pedig eljött az idő, hogy számot adjanak a tudásukról. A dombovári Zöld Liget óvoda nagy csoportosai októbertől hetente egy alkalommal olyan foglalkozáson vettek részt, amelynek keretében megismerkedtek a közlekedési szabályokkal, a közlekedés befolyásoló táblákkal. Az intézmény saját ötleteként már hosszú évek óta jelen van az ovi életében ez az alapképzés a legkisebbeknek, mondta el a vezető. Ennek a foglalkozásnak a neve a Zöld Keréken, a Zöld Ligetben program, ez egy saját intézmény innováció, úgyhogy bátran mondhatom, hogy az országban ilyen jellegű gyalogos és kerékpáros közlekedésre felkészítő, hát konkrétan tanfolyam nem létezik. Ennek a végén egy elméleti, illetve egy közúti vizsgával zárul, amikor a gyerekek egy kijelölt
feladatok mentén, illetve rendőrség által biztosított útvonalon tesznek bizonyságot az eddig tanultakról, és ennek a végén ovi jogosítványt kapnak. Örökös zöld óvoda révén sokat gondolkodtunk, hogy mi lenne az a terület, amely igazándiból nincs még lefedve. És mégis azért a környezetvédelemmel foglalkozik, de azért kicsit más szemszögből, mint ugye általában ez a madarak, vagy állatok, vagy a természet összességének a védelme, és így az emisszió csökkentés miatt gondoltunk arra, hogy ezt a területet szeretnénk mi lefedni, és egy ilyen hiánypótló oktatási programot dolgozott ki az óvodánknak a két pedagógusa. Ez már a többedik oviogsi vizsgánk, igaz a pandémia miatt ugye volt egy kis kihagyásunk, de a szülők részéről nagyon-nagyon pozitív a visszajelzés. Hát többen mondják már, hogy a gyerkőcök figyelmeztetik őket egy-egy közlekedési szabály betartására, illetve azért a közlekedési táblákat is sorolják végig a gyerekülésen, úgyhogy nagyon-nagyon várják, és örömmel veszik, hogy a gyerekek ezen a foglalkozáson ingyenesen ugye az óvodai nevelés keretében részt vehetnek. A hónapok alatt lépésről lépésre szedték össze azt a tudást a nagycsoportosok, melynek köszönhetően valószínűleg sokkal körültekintőbben kerekeznek majd az utakon. 28 foglalkozás volt a nevelési év során, hetente egy foglalkozáson vettek részt. Itt mindig valamilyen új elméleti tudást szereztek a gyerekek, illetve az előző foglalkozások anyagát ismételtük át, és mindig valamilyen játékos vagy kézműves foglalkozással zártuk. Az első szekcióban érzékenyítő foglalkozásokat tartottunk, ahol a gyerekek azokat a készségeket, képességeket gyakorolták, fejlesztették, ami a biztonságos közúti közlekedéshez szükségesek. A csillogó szemű gyerekek már izgatottan várták a napot, hogy számot adhassanak arról a tudásról, amelyet szép lassan elsajátítottak. A táblákról tanultunk. Az elsőbségadás kötelezőt, táblát, meg a behajtani tilos. Csiptettünk föl papírokat, csipetre egy kötélre, ami igaz az zöldre, ami nem igaz pirosra. Miután az óvoda udvarán bebizonyították, hogy felismerik a táblákat, tisztában vannak vele, hogy hol kell megállni, hogy milyen módon kelhetnek át az úttesten, eljött a pillanat, hogy két kerékre pattanjanak és teljesítsék azt a távot, amelynek a végén az óvi jogsit kézbe kapják. A szülők kifejezetten örülnek az intézményi kezdeményezésnek. Én roppant örülök ennek a kezdeményezésnek, a mi időnkben nem voltak még ilyen jellegű megmozdulások. Amúgy is egy nagyon kreatív óvodába járunk, elmondhatom, és múlt héten egy kicsit izgalomba voltunk, mert a kislányom beteg volt, hogy most akkor ez a vizsga meg lesz, nem lesz, de ez ékes bizonyítéka volt, hogy október óta nagyon jól föl voltak készítve, hogy egy másfél hetes fejmennyi tüdőgyulladás után is teljesen jól tudta abszolválni ezt a kis vizsgácskát. És szerintem nagyon találó, hogy itt a városban egyet így még kerekezünk is. Volt, amikor mesélt róla sokat, volt, amikor nem annyira hozta elő a témát, de itt a vége fele már tudta, hogy vizsga lesz, és ettől a betegségből fel kell épülnünk, és oda kell érnünk az oviba, és vissza is tértünk, úgyhogy kicsit mondom, én jobban izgultam, mint ő, úgyhogy a kis vetékedő is, ami most itt a délutánban párosult hozzá, szerintem nagyon rendben volt. Mikor az autóban reggelente jövünk befele, akkor így mondogatta a táblákat, furcsálottam is, hogy ez már teljesen rendben van. Elég ügyesen fel vannak készítve, és visszacsatolva az első kérdésre, nagyon pozitív ez, hogy már ilyen óvodáskorban ilyen ismertekkel tudnak találkozni, és tényleg az életben ez hasznos is, úgyhogy csak üdvözölni tudjuk az ilyen jellegű kezdeményezéseket. Az ünnepélyes óvi jogsi átadásra a kijelölt táv megtétele után került sor, amelyet hatalmas büszkeséggel vettek át a kislurkok, akik az elmúlt hónapok munkájának köszönhetően mára sok mindent megtanultak a biztonságos közlekedés érdekében. Dombóvár életében a vasút és a vasutasság az 1870-es évektől vált egyre meghatározóbbá. Így nem csoda, hogy néhai Beles Lajost is magával ragadta ez a világ, és elkezdte gyűjteni az ehhez kapcsolódó relikviákat. A kiállítás több helyen is megfordult, majd 2013 májusában írta alá a MÁV és a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület a bérleti szerződést az óvóhely használatára vonatkozóan. Egy több mint fél évszázados bunker bújik meg a fák között a vasúttól nem messze, Dombóváron. Érdemes közelebbről is szemügyre venni, mert ez nem csak egy elhagyatott katonai épület. 1953-ban épült, hát az elképzelés az volt, hogy a Pécsi Vasútigazgatóság valami háború esetén ide jön ki, és innen irányítja a vasutat. Hát ez egy magyarul egy bunker. Egy hatalmas betonépület, több szintes. Dombóvár az egy nagy vasúti csomópont volt, meg jelenleg is az.
és úgy gondolták, hogy hát ez a, nincs közel a jugoszláv határhoz. Ugye annak idején hát a szerbek azok éppen nem a baráti társaságba tartoztak, és akkor úgy gondolták, hogy itt nagyon jó helye lesz. Ez a kis gyűjtemény, ami itt található, ez a vasúti gyűjtemény, ez ma, nem ma, hát majd márciusban volt 35 éves. Egy 2007-ben sajnos elfújt egy Beles Lajos nevű kollégám, barátomnak az álma volt ez, hogy legyen ilyen, hogy a vasútnak a történelme maradjon meg. Mára már az udvar is kezd árulkodó lenni, hogy valami köze van a vasúthoz ennek a területnek. Ez egy vasúti kézihajtány, most került ide. A kijelölt helyen ott van egy levetve egy darab léc, egy nagyobb, meg egy kisebb vízdarú fog még ide kerülni az idén. A jelző az tavaly került ide, meg mellette majd egy alakjelző lesz még felállítva, és mindig, amikor valahol valamit kivesznek, akkor azt mi nagyon szívesen látjuk, hogy hozzák ide, és akkor ezen a nagy területen elfér. Ez a pályamesterek ezzel járták a pályát, hát ezt kézzel kellett hajtani nekik, és akkor innen közvetlen közelről nézték a talfáknak, meg a sineknek az állapotát. Három emeleten 8 terem várja az érdeklődőket, hogy ki mennyi időt szán rá, az változó. Amennyiben tüzetesen megnézünk mindent, akkor legalább 2 órás programot is jelenthet a látogatás. Ezek a szemléltető eszközök, ezek a leendő vasutasoknak a tananyagát képezik, tehát ők, akik ugye vasúttal jönnek, akkor ezeket el kell sajátítani, nekik álmukba is kell tudni. Tehát ezek jelzők, jelzőeszközök, bozolvátőnek tudni kell, hogy most hogy áll a jelző, vehet, nem vehetek, úgyhogy ezt azért szemléltetjük ide, hogy hát lássák, hogy szoktak jönni apácai Csere János iskolások, hát meg szoktam kérdezni tőlük, hogy mit jelent. Ez egy váltó. Ez a váltónak a különböző jelzési képei vannak, ez például egy egyenes jelent a mozogyvezető számára, ez kitérőt jelent, ez ugye fővonalról mellékvonalra, az mellékvonalról fővonalra, ez csak mondjuk a váltók. Ugye a vörös az mindig vörös, tehát a vasúton vörös van, nem piros, ezt ugye el szoktuk mindig mondani, és akkor ugye zöld-sárga színek vannak, hát most a jelentésében nem, vagy nem megyünk bele már sok, és azok a jelzők, amik arrébb vannak, ezek a tárcsás jelzők, ezek már csak a mellékvonalakon találhatók. A gőzös világban volt ennek jelentősége, hogy amikor ugye aratás vagy olyan időszak volt, akkor ezt a táblát, hogyha a mozdonyvezető meglátta, ezt az ű-jelű táblát, akkor nem engedhette le a salakot a vágány mellett, nehogy esetleg meggyulladjon a tarló. A tárlat részét képezi Beles Lajos emlékét őrző szoba is. Ő álmodta meg tulajdonképpen ezt a vasúti múzeumot, aminek 6 vagy 7 helye volt Dombaváron, sehol nem fogadták be igazán. Még 2013-ban a Városépítő Egyesület bérbe vette a vasúttól ezt az épületet, és ide költöztünk. Na akkor rendeztük be ezt a szobát a Lajosnak a tiszteletére, aki 2007-ben hirtelen meghalt, de most az ő személyes tárgyai, bizonyítványai, könyvei, mert ő könyvet is írt, sportolt is, minden ebben a szobában található, úgyhogy a család nagyon örült annak idején, mikor először ezt megmutattuk nekik, hogy hát ő egyébként a Lajos. A második emeleti tárgyi szoba rengeteg relikviát rejt magában. Ez a vasút tükörképe, hogy így mondjam, ugyanis itt minden olyan megtalálható, azok a tárgyak, azok a szemléltető eszközök, azok a ruhák, amiket a vasutasok használtak a régi időkben. Ilyenben jártak a mozdonyvezetők, akkora urak voltak a régi világban, és természetesen fehér kesztyű is járt hozzá, ami most nincs ugye már meg, Valós Alád eldobta, és ebben még vitték a kis elemózsiát ezekbe a táskákba. Hát ez már egy modernabb, ez a bárdos táska, ebben volt a kis szalonnát, hogy nagy dolgok nem voltak akkor. Ez egy gőzös sebességmérő szalag, ami ugye arra szolgált, hogy tájékoztassa a mozdonyvezetőt, hogy hány kiló, tehát egy vonatnak volt egy sebessége. Most ez az óra mutatta azt, ebben volt egy szalag, mutatom itt a szalag, mutatta, hogy hány kilométerre, és ha túlépte a sebességet, és valami baj történt, akkor nyilvánvaló mindjárt ugye meg lehetett fogni a mozdonyvezetőt. Olyan eszközöket is rejtenek a polcok, melyek nélkül elképzelhetetlen lett volna a vasút működése. A durrantyú arra szolgált a régi rendszerben, hogy nem voltak még fényjelzők, nem volt olyan biztosító berendezés, hanem térközőrök voltak, akik kezelték a jelzőket,
Na most, ha valami baj történt, akkor ezekre a szolgálati helyeken az egyik sínszárra lerogták ezeket a durantyúkat. Tehát amikor jött a vonat, és ráment erre a durantyúra, ami akkor hatalmas a szót, akkor a mozdonyváltó azonnal tudta, hogy meg kell állni. De hát ezek most már kimentek, ezek már csak a múzeumban valók. Egy remek családi program része lehet a Dombóvári Vasút Történeti Múzeum, amely tárt kapukkal várja az érdeklődőket. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!